Ebben a leckében továbbfejlesztjük a WSHUB programot, és közben megismerünk néhány programozási fogást. NetBeans lehetővé teszi azt, hogy egy projektet úgy fejleszünk tovább, hogy a korábbi állapot is változatlan megmaradhasson. Ehhez ne új projektet kezdjünk ebben az esetben, hanem másoljuk le a WSHUB projektet. Ehhez kattintsunk jobb gombbal a WSHUB projekten, és válasszuk ki a Copy másolás parancsot. Adjunk egy új nevet projektünknek, legyen ez WSHUB 2. Látjuk, hogy a program módosítja a projekt mappa nevét is. Majd copy, és ezzel létrejött egy második projekt, aminek a tartalma egyelőre teljesen megegyezik az előzőjével. Ha azonban ezt módosítjuk, nem fog megváltozni az előző projekt. Nézzük, mit is szeretnénk tenni ezzel a projekttel. Emlékezzünk vissza, hogyha a felhasználva nem az OK gombbal zárja be a párbeszéd ablakot, hanem a Cancel gombbal vagy a mégsem billentyűvel, akkor a program egy null üzenetet ad válaszul. Ezt szeretnénk módosítani oly módon, hogy például magyar nyelven írjunk ki egy üzenetet. Hogy is kell ezt megtennünk? Ha megvizsgáljuk a program működését, azt találjuk, hogy a 24. sorban kap értéket az S változó, ami időnként nem megfelelő, illetve a null értéket jelenti, majd a 26. sorban fogjuk kiírni ezt az értéket. Világos tehát, hogy a kettő között kell valamit elvégeznünk, eldöntenünk azt, hogy az S-változó értéke null, vagy attól eltérő tényleges szöveg. Hasznos programozói gyakorlat, hogyha nem csak tanításokat írunk egymás után egy programba, hanem megjegyzések segítségével magunknak, vagy később a program más olvasóinak megmondjuk azt, hogy mikor mi történik a programban. Ezen a ponton tehát az S-változó értékét szeretnénk ellenőrizni. Ezt most egy kommenttel megjelöljük. Ezek után azt is megjelölhetjük, hogy itt fogjuk kiírni az S-változó értékét. Itt pedig az S-változó feltöltése történik. Mit is kell tennünk? El kell tehát döntenünk, hogy az S-változó értéke null vagy nem null, és két különböző dolgot kell végrehajtanunk akkor, hogyha igen, vagy ha nem. Legtöbb programozási nyelven erre szolgál az if utasítás, a szelekció vagy elágazó utasítás. Java nyelven ezt az if után írt, zárójelben írt feltétellel tudjuk megfogalmazni. Esetünkben a feltétel az S egyenlő null kifejezéssel határozható meg. Ne felejtsük el, nagyon fontos, hogy a Java-ban, illetve a C-ből származó nyelvekben az egyenlőség vizsgálatához két egyenlőségjelet kell írnunk. Emlékezzünk rá, más jelent, hogyha ide csak egyet írunk, akkor a program nem működne megfelelően. Ha az S-változó értéke 0, akkor hajtsuk végre ezt a blokkot. Egyébként pedig az else utasítás után írt blokkot kell végrehajtanunk. Segítsünk magunknak azzal, hogy egy kommenttel megjelöljük az egyes árakat. Az S változó 0, itt pedig nem 0. Ezek után nincs más hátra, mint hogy egyik esetben egy szöveget, másik esetben egy másik szöveget írunk ki. Később látni fogjuk azonban, hogy jobban járunk, hogyha a programot nem úgy szerkesztjük meg, hogy két különböző ponton fogunk kiíratni valamilyen szöveget, hanem megtartjuk azt a program állapotot, hogy a program végén fogjuk majd kiírni az értéket, közben pedig beállítjuk azt, amit szeretnénk megjeleníteni. Ehhez szükségünk lesz egy újabb változóra, nevezzük ezt például T-nek, és a program végén ezt a T értéket fogjuk majd kiírni. Eset tehát módosítom T-re. Ne felejtsük el akkor a kommentet is módosítani.
A program elágazás részében pedig a t értékét fogjuk beállítani megfelelőképpen. Ha az s értéke 0, akkor a t értéke legyen egy üzenet, például az, hogy nem írt be semmit. Ha pedig nem 0, akkor a t értéke egyszerűen legyen az s változóval azonos. Ezek után valóban, ha kiíratjuk a t értékét, akkor ez vagy az s-sel fog megegyezni, vagy ha az s értéke 0 volt, akkor a nem jött be semmit szöveg fog megjelenni. Próbáljuk ki, hogy jól gondolkoztunk-e, valóban ez történik-e. Először nyomjuk be a cancel billentyűt, megjelent a nem írt be semmit üzenet. Vajon továbbra is jól működik-e a programunk akkor, hogyha az enterrel zárjuk le, valóban megjelent a hello üzenet. Ezek alapján a programunk tehát most már teljesíti az első elvárásunkat. Mi történne akkor, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy a program ne a konzolra írjon, hanem egy párbeszéd ablakba írja ki a felhasználó által beírt információt. Emlékezhetünk rá az első-második leckéből, itt a második leckéből, hogy van egy show message dialog nevű metódusa a J-Option Pane osztálynak, ami éppen arra szolgál, hogy ki tudja írni egy tetszőleges string értékét, de nem a konzolra, hanem egy párbeszéd ablakba. Esetünkben tehát a T-változó értékét kell kiírnunk, de a J-Option Pane segítségével, és használnunk kell a show message dialog metódusunkat, elegendően a példánkban az első metódus. Továbbra is a nullt meghagyjuk első paraméterként, aminek hatására a képernyő közepére fog ki megjelenni az ablak. T változó helyet azokban a S helyet a T-t kell kiírnunk. Ennek hatására a programunk tehát ki fogja írni a T változó értékét egy párbeszéd ablakban. Próbáljuk ki. Ha most cancelt nyomok, megjelent a nem írt be semmit. Vegyük észre, hogy továbbra is megjelent a konzolon is az üzenetünk, mert ezt még nem töröltük, nem módosítottuk. Mi történik akkor, hogyha ténylegesen valamilyen hasznos információt ír be a felhasználó, mondjuk azt, hogy hello, akkor megjelent a párbeszéd ablakban is, valamint a konzolon is a kért információ. Ha szeretnénk elérni azt, hogy a konzolon ez a felső információ már ne jelenjen meg, akkor legegyszerűbb, ha ezt az utasítást kommentbe tesszük, kérdésbe tesszük. Ezzel elérjük azt, hogyha valamikor mégis szükségünk lenne erre a segéd információra, akkor egy egyszerű törléssel vissza tudjuk állítani a programunkat előző állapotára. Futassuk le a programunkat ismét. Megjelent a párbeszéd, a konzolon most már semmilyen információ nem jelent meg. Ha pedig kiírunk egy üzenetet, akkor ez is a párbeszéd ablakban jelenik meg. Ilyen módon tehát programunkat módosítottuk, miközben megtartottuk a vízhang projekt előző állapotát is. Ezt is bármikor elővehetjük és leputathatjuk, de a programunk most már valóban képes korrektül lekezelni a diszkép billentyű lenyomását is. Vegyük észre, hogy ahhoz, hogy ezt a második módosítást megtehessük, csak egy helyen kellett átírnunk a kiíró utasítást. Ugye ezt spóroltuk meg azzal, hogy nem az utasítás két ágában írtuk ki a kiírandó értéket, ugye akkor két helyen kellett volna átírnunk a systemout.println utasítást a show message dialog használatára, hanem egy változó bevezetésével döntöttük el, mit kell kiírnunk a két esetben, és csak egy helyen kellett módosítanunk a kiíró utasítást. Ez a módszer később is nagyon hasznos lesz,
mindig gondoljuk meg azt, hogy a programban ne kelljen két helyen nagyon hasonló kódot leírnunk. Ha erre van szükség, általában kiváltható egy új változat bevezetésével, és megspóroljuk a program későbbi többszöri módosításának feladatát.